belőle. Sziasztok, Matilda vagyok, és vége lett a januárnak, úgyhogy hagyományosan így február elején nagyjából következzen a havi összegzés. Január elején volt egy elég nagy lendítésem így olvasás terén, tehát az első két hétben 3 könyvet kiolvastam, azóta meg annyira már nem. Szóval, hogy ott úgy volt egy nagy lendületem, ami kicsit alább hagyott, mert nem olvastam utána, hanem más csináltam. Szóval nem azon, hogy nincs kedvem olvasni, és azért nem olvastam, hanem csak simán volt már dolgom is, meg van is. De így is 3 könyvet kiolvastam a hónapban, ráadásul 3 vaskosabb könyvet, ahhoz képest, mint mondjuk a decemberi teljesítményem volt, mert hogyha valaki látta, hogy a decemberi összegzésemet, akkor azt tudja, hogy így a maximum oldal számunk könyvenként 150 volt. Most azért 400 oldalt azt hoztam úgy könyvenként majdnem. Tehát az ilyen átlag 350-400 oldalt, amit tök jó. 3 darab könyvet olvastam ki a hónapban, és nézzük akkor, hogy mi volt ez a 3. Az első egy régóta tervezett olvasmányom volt, mégpedig Szaba Tahirtől a Szunnyadó Parázs, ami 2-3 éve volt már talán várólistán. Megvoltak a magam bajai vele, tehát ez egy tipikus ifjúsági fantasy könyv, megvan, ami ahhoz kell hozzá, tehát hogy így azok az elemek megvannak, az elnyomott szegénység, az elit katonák, és ugye a kettő réteg között fűződő kapcsolat, tehát ez így megvolt. Egyébként maga történet izgalmas, mert ugye a két főszereplőnk igazából Laja, és Elian, nem Elian, az a másik könyv, de az is valami elvetűs. Elias, bocsánat. Tehát igazából két egymás utáni könyv, amit olvastam, a két főszereplő férfi név majdnem ugyanaz volt, úgyhogy kicsit keverem. Laja egy írástudó, aki igazából leigázták az ő népét, így igazából a harcosok. Elias pedig egy harcos, egy maszk, akik ilyen elitgyilkosoknak számítanak ebben a világban. Hát a történet azzal indul el, hogy Lajáikhoz bemennek a maszkok, és akkor ott ilyen átkutatást tartanak, és megölik a nagyszüleit, a bátyját pedig bebörtönzik, és ő meg elmenekül, és utána igazából az a küldetése, a személyes küldetése, hogy kiszabadítsa a bátyját. Elias pedig egy maszk, de igazából utálja azt az egész életet, meg ő soha nem akarta azt, de csinálja, meg minden. Be el akar szökni. És akkor végül is ők ketten összekerülnek, mert van az írástudóknak az ellenállása, amin keresztül Laja bemegy a harcosokat képző intézménybe, hogy kémkedjen, Eliasszal pedig ott összebarátkoznak, mert ő nem az a brutális, mindenkit megerőszakolok és összeverek típusú pasas, akik amúgy ott vannak. És hát igen, ugye köré szövődik a cselekmény, meg ilyesmik, tehát hogy Lajából mondhatni rabszolga lesz. És alapvetően ez a könyv nekem tényleg tetszett. Mondjuk a vége után kicsit bizonytalan vagyok, nem tudom. A végét azt nagyon így mondhatni, csak így átolvastam, így átugrottam rajta, nem szó szerint, csak úgy addigra már kicsit elfáradtam, mert mennyi oldal? 440 oldalas a könyv. És akkor addigra már kicsit nekem túl lett húzva a rétes tészta, tehát hogy lehetett volna kicsit rövidebb a dolog, de mindegy. Ami miatt néha forgattam a szemem, szerelmi háromszög, sőt, szerelmi négyszög talán. Nem vagyok benne teljesen biztos, de tudom, hogy két pasi és két csaj volt a dologban, és így ilyen rotációsan, hogy az egyik csaj az egyik pasi, az a pasi a másik csaj, az a csaj a másik pasi. Igen, akkor szerelmi négyszög volt, igen. Igen, körülbelül valahogy így nézett ki a dolog. Aminek így néhány részénél eléggé tudtam volna forgatni a szemem, de amúgy szerencsére nem volt túl tolva benne a dolog, úgyhogy annyira nem fájt. Szóval jó könyv volt. A folytatásával annyi problémám van, hogy így kicsit utána nézegettem a sorozatnak, azt hittem 3 részes, mert mindig láttam, hogy 3 része van kint, kiderült, hogy nem. A negyedik része majd jön valamikor idén, vagy jövőre, vagy valahogy. Nem is biztos, hogy az az utolsó, nem tudom. Meg így, ahogy nézegettem a véleményeket róla, ugye angolul, mert ez nem tudom, 2016-os talán ez a fordítás, szóval mostanában még nem fordították a további részeket. De ahogy nézegettem így az értékeléseket a későbbi kötetekről, így lehet, hogy nem tudom, mostanában nem fogom szerintem folytatni ezt a sorozatot,
meglátom. Van más, amit szívesebben olvasnék jelenleg. A második könyv, amitől kicsit tartottam, de aztán annyira kellemesen csalódtam benne, hogy az valami hihetetlen, és kedvenceltem is azonnal mindent, tényleg szerelmes vagyok ebben a könyvben jelen pillanatban. Alexandre Christótól az Egy birodalom végzete. Ez azt hiszem nemrég jelent meg magyarul, és én meg is kaptam. És ez is egy fél év különbséggel került föl a várólistámra, mint ahogy a Szunnyadó parázs. És ez pontosan olyan ifjúsági fantasy könyv volt, ami nekem való. Nem volt benne szerelmi háromszög, nem voltak benne ezek a felesleges nyáladzós romantikus jelenetek, nem volt benne ez a tipikus, nem csak young adult, de tényleg nagyon sok könyvben az van, ugye, hogy a főszereplő ugye lány, de hogy ilyen kis szende kislány, és akkor abból lesz majd kiválasztott meg ilyenek, tehát nem is ilyen volt benne, hanem tényleg igazi badass gyilkológép csaj a főszereplő. Ami azért tetszett, mert tényleg nem ez a kis nyámnyilából lett az, hanem az, úgy unblock az. És a másik főszereplőnk, a herceg, az pedig nem ez a jóképű kis herceg úrfi vagyok, meg hogy nem tudom. Hanem az is az volt, hanem az is ment, az rugdosta a szirének hátsóját. Szóval, a sztori igazából az, hogy ugye vannak a szirének, meg az emberek, és hát ők így egymással szemben állnak, mert a szirének mindig mennek, azt kitépkedik a szívüket, aztán az persze, hogy felbosszantja őket. És a főszereplőnk, Lyra, egy szirén hercegnő. És neki az a specialitása, hogy hercegek szívét tépi ki, aztán rossz fett tesz a tűzre, mert csak a születésnapján téphet neki emberi szívet, de korábban megteszi, azért az anyja, aki egyébként egy nagyon gonosz nőszemét teszem hozzá, megbünteti. És akkor azt mondja neki, hogy akkor hozza el neki az Eliannak a szívét, aki ugye a hercegünk. De csak, hogy ez az Elian nem egy akármilyen herceg, hanem ő nem akar király lenni, mert ugye ő a trónörökös a saját országában, de ő inkább kalóz, és van egy kalózhajója, és mennek és ölik a sziréneket. És ugye ez egy kis hablány átdolgozás, és annyira jó. De tényleg, nagyon-nagyon jó. Tehát tényleg ez van benne, hogy átváltoztatják Lirát, ő ember lesz, az Elianék felszedik, mint a kishablányban, csak ez a kishablány véresebb, brutálisabb verziója. Mármint a Disney-féle kishablánynak, mert nem az eredetinek. Én imádtam elejétől a végéig, körülbelül 2 vagy 3 nap alatt olvastam ki azt is azért, mert nem tudtam más valami miatt talán befejezni 2 nap alatt, de tényleg csak úgy daráltam az egész könyvet, imádtam. A kedvenc fajta párosításom van benne, tehát hogyha én valamit imádok, akkor az az ellenségekből, barátokból szeretők párosítás, és ebben tényleg az volt, és jól volt megírva. Tehát, hogy ez az egyik legjobb pontja az egész könyvnek, hogy a szerelmi szál olyan gyönyörűen volt benne megírva. Nem volt túl tolva meg semmi, és nagyon jó volt. A másik nagyon pozitív pontja ennek a könyvnek, hogy ugye ez egy egyedülálló kötet, ennek nincs folytatása, ahogy én olvastam utána. Nem is hiszem, hogy kellene neki folytatás egyébként, tehát ez a történet, ez így egyben kerek volt, ahogy volt. Engem teljes mértékig kielégített, a végződése is perfekt, tehát hogy tényleg olyan szépen meg lehet oldva, hogy minden klappoljon. Ez egy nagyon jó könyv, és én csak ajánlani tudom, hogy olvassátok el. Főleg, hogyha tényleg valaki az ilyen ifjúsági fantasyt szereti amúgy, csak mondjuk tényleg olyan, mint én, hogy az ifjúsági fantazinak így a tipikus elemeit azt így néha nehezen visel, és ezért így nem tud annyira olvasni, mert ebben nincsenek azok, de tényleg nincsenek azok. A szerelmi szál sincs túltolva, ugye azért felettem, mert vöröspöttyös, és én alapvetően nem olvasok nagyon vöröspöttyösöket, megvannak ezért a magam okai arra, hogy miért nem. És ezért tartottam ettől a könyvtől, de nem, ez egyáltalán nem volt olyan, úgyhogy piros pont. Szó szerint piros pont. Ah, de vicces. Becsuktam az utolsó oldalt, tiszta boldog voltam, olvastam éjszakában nyúlóan, mert mondom, ezt a 20 oldal, ami vissza van, nem hagyjuk másnapra. És így azonnal dobtam fel mindenhol kedvenc polcra, mert annyira jó volt. Jó ki volt dolgozva, tényleg a szereplők is szerethetőek voltak. A főgonoszt azt úgy utáltad, ahogy volt. A ship gyönyörű, de tényleg imádom ezt a fajta romantikus szálkidolgozást, és annyira jó volt. De tényleg, én úgy örültem neki, és tényleg a végén a megoldás,
ez a szerezzük meg a herceg szívét, az klisés volt, és tudtam az elején is, hogy úgyis ez lesz, mert tudtad, hogy az lesz, ami lett, de annyira jó volt, hogy tényleg az lett. Tehát, hogy így nem volt az, hogy jaj, klisé, hanem az volt, hogy ez az klisé. Ugye magyarul olvastam, nem tudom, voltak benne helyek, ahol néha fura volt a fordítás, de szerint, vagy fura dolgok voltak, mert de ilyen oda nem illőek, tehát ilyen cipzár meg dolgok, de nem tudom, lehet, hogy csak a fordítás miatt, vagy valami ilyesmi. Mindegy, amúgy szerintem majd valamikor sort kerítek rá, mert szeretném ezt eredetiben is elolvasni. Valamikor. Kell majd neki helyet keresnem a polcon, mert jelen pillanatban szegény a legalsó polcon tartózkodik, ott is a... tele van a polc, szóval csak oda van bedobva. Úgyhogy majd valamikor át kell rendeznem. És az utolsó könyv, amit januárban olvastam, erről nem fogok sokat beszélni, mert erről most csináltam egy barangolás Európában részt, ami ezelőtt a videó előtt ment ki, vagy megy ki, vagy nem tudom, vagy valahogy. Szóval ezelőtt a videó előtt lesz mindenféleképpen itt fönt a csatornán. Úgyhogy ide belinkelem. Igen, ide linkelem be. Ez pedig nem más, mint Sandra Regnértől az Elfek öröksége. Ez ugye egy német könyv, szóval ezért csináltam róla. Barangolás Európában részt, abban részletesen mesélek a történetről, meg hogy mint volt, hogy volt, de egyébként ez egy teljesen jó kis könyv volt, úgyhogy igazából ezt is ajánlani tudom, de nem annyira, mint a Birodalom végzetét. De itt a, ott a Barangolás Európában rész, úgyhogy most nem mesélnék róla újra. Na, én ezt a három könyvet olvastam ki idén januárban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ebben a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!